Tisztelt paptestvérek, kedves testvérek! Egy olyan jó 100 évvel ezelőtti prédikációkat olvasgatunk, és ha akkor valamiképpen lehetett volna rögzíteni már, és visszahallgatnánk, akkor biztos, hogy olyan témákat is hallanánk, amiről szinte egyáltalán nem esik szó a mai igehirdetésbe. Hát az egyik ilyen a gonosz lélek, vagy a másik az elkárhozás és a pokolnak a szörnyűsége. Régi prédikációkban ez mindig jelen volt. Most szinte hiányzik, nem, és nincs benne egyáltalán. De itt ez a mai evangéliumi szakasz, ez arról szól, hogy Jézus kiűzi a tisztátalan lelket egy megszállott emberből. Mit mondjunk mi? Vajon miért hagyta el úgy az ige hirdetés, nem mintha tagadná, hogy léteznének, hanem hiányzik belőle? Azért, mert a mai emberre még a csodáknál is idegenebbül hat, hogyha mi azt mondjuk, hogy van ördög, gonosz lélek, démon és hasonlók. Valahogy úgy a viclapoknak a helyére tesszük őket, ilyen szarvas, patás, rossz szellemeknek, amelyek ugye mesébe valók. És hát még a teológusok közt is volt olyan, aki azt mondta, hogy már ugye az utóbbi évtizedekben, hogy hát ezek a régi világnak a kellékei, jó, hogyha búcsút veszünk az ördögöktől. Én magam is olvastam ugye ilyen című tanulmányt, németek, Abschied von Teufel, búcsú az ördögöktől. Most valóban így áll a dolog? Azt mondhatjuk, hogy csak a régi időknek a kelléke ez. Hát nekünk a teljes hit igazságot kell hirdetnünk. Való igaz, hogy sok mindent a saját korának az embereihez szabott a Szentírás megírója, és maga a Jézus igehirdetése is. Hát csak gondoljunk arra, hogy a mi atyánk megfogalmazásában, amikor azt mondjuk, hogy és szabadíts meg bennünket a gonosztól, hogyha ezt más idegen nyelven olvassuk meg az eredetibe, akkor ott nem az van, hogy a gonosztól, hanem a rossztól. Liberanos a máló, még a latinban is így van. Csak hogy amikor a mi atyánkunkat magyarra fordították középkorban, akkor valahogy minden rosszban az emberek személyes gonosz lelket gondoltak, és azért is tették bele a fordításba így, hogy a gonosztól. De a Szentírás nem hagy kétséget arról, sem az ószövetségi, sem az újszövetségi arról, hogy vannak gonosz lelkek, és maga az Úr Jézus is nem keveri össze a betegséget a ördög űzéssel. Holott hát sokszor azt hitték az emberek ilyen pszichailag beteg embereknél, hogy ez ördögtől megszállott. De maga az Úr Jézus mondja, hogy ma a betegeket gyógyítok, holnap ördögöket űzök. Mondja, hogy mondjátok meg annak a rókának, Herodesnek, hogy most beteget gyógyítok, holnap ördögöt űzök, és majd utána ez és ez fog következni. Hát a világ az nem csak a látható dolgokból áll, így imádkozzuk a Hiszek Egybe, hogy láthatókat és láthatatlanokat teremtett az Isten. És a teológia azt mondja, hogy a szellemi létezők között ott voltak az angyalok, és vannak is,
teljes szabad akarattal és értelemmel, és szembefordultak bizonyos angyalok, szellemek az Istennel. Ő belőlük lettek a gonosz lelkek, nem egyenlők természetesen az Istennel, alárendeltek, de léteznek. Egyébként szinte lehetetlenség volna megmagyarázni azt a méretetlen sok kegyetlenséget, ami a világban volt, van, és valószínűleg, hogy lesz is. Elég csak a büntető táborokra gondolni. Nem csak holokauszt volt, hanem voltak keleten kommunista lágerek, ahol ugyanúgy kínoszták az embereket. Hát vagy itt van a mai háborús világ, keleten, aztán a Szentföldön. Egyszerűen azt hinnénk, hogy az ember már túllépett ezen, annyira okos, olyan gépei vannak, mindent már tudni vél, és egyszerűen nem tud fölébe kerekedni a gyilkolás ösztönének, és szörnyű dolgok vannak Ukrajnában is, és ott Gázában, Izrael területén hallhatjuk. Hát nem tudja megoldani az okos ember, az ENSZ, meg a mindenféle nagy világi hatalom. Nem tudja megoldani, sőt sokszor még ők is táplálják a háborúnak a tüzét. Honnét van ez? Volt egy híres filmrendező, Ingmar Bergman, norvég filmrendező, ilyen nagyon-nagyon borús filmeket készített a 70-es, 80-as években az emberi tragédiákról, és kérdezték tőle, hogy ő mit hisz. Azt mondta, hát Istenben sokszor kételkedem, hogy létezik-e, de hogy van ördög, gonosz lélek, abba biztos vagyok. Mert egyébként a filmeiben mindig visszatérnek ezek. És hát ma is van sátánista közösség, szörnyű dolgokat művelnek. Pár évvel ezelőtt a érsekségen lakott egy olyan atyak, aki Amerikából jött haza, és Kanadában a püspököt megbízta, hogy ő legyen az egyházmegye ördögűzője. Egyetemi tanár volt, tehát nem egy ilyen obszkúrus valaki, aki tanított egyetemen, és elmesélt sok dolgot, hogy milyen megszállott embereket vittek hozzá, kiejtették Jézus nevét, habzott a szája, széttépte a Szentírást, mindenféle gonosz gondolatokat mondott, és egyébként én magam is olvastam ilyen pszichológiai könyveket, sőt, beszélgettem pszichológusokkal, hogy szinte vannak ördögi emberek, akik eltorzulnak, mindig a gonoszon jár az eszük, és vannak rá esetek, hogy imádkoznak fölöttük, mert ez a ördögűzés nem más, mint imádság, és meg tudnak szabadulni, és megváltozik az életük. Van gonosz lélek, ezt tudnunk kell, és nem szabad elbizakodni, mert itt van a gonosz lélek, de ugyanakkor van nekünk egy nagy támaszunk, maga Jézus Krisztus, aki győzött a rossz, a gonosz fölött is. Ő elsődlegesen nem azért jött közénk, hogy a sátánnal vitatkozzon, hanem azért, hogy meghozza az üdvösség jó hírét, a mennyei atya házába visszavezessen bennünket. De magának Jézusnak is küzdelme volt a gonosszal. Az nem egy mese volt,
amikor ő ott megvívta harcát a sivatagban, amikor kiment 40 napra, és ott van a Szentírásban, hogy egy időre elhagyta őt a gonosz lélek. Mikor jött elő Jézus életébe a keresztem? Amikor szinte a tömeg mondja ugyanazt, amit a gonosz lélek mondott a pusztában, ha Isten fia vagy. Itt előbb azt mondja, változtasd a köveket kenyérré, ugor le a templom tornácáról, imádj engem. Ott meg azt mondja, hogy szállj le a keresztről, ne hagyd ezt, ha Isten fia vagy, bosszúd meg. De Jézus nem így, nem ilyen módon, hanem a szeretet erejével, az ő kereszt halálával győzött a gonosz lélek fölött. És ezért evangélium, a mai evangélium is, hogy minket is mindenféle megkötözöttségünkből meg tud szabadítani. Mert hogy van megkötözöttsége a mai embernek, azt lehet látni. Magunkon is sokszor tapasztaljuk. De Szent Ágostonnak a mondása érvényes, hogy Krisztus kereszt halála óta a sátán, a gonosz lélek olyan, mint a megkötözött kutya, hogy azt harapja meg, aki közel megy hozzá, hogy nem lehet incselkedni a gonosz lélekkel. Vannak, akik elmennek ilyen szeánszokra, sátánista is hasonló szektákba, amik szörnyű dolgokat művelnek. A gonosz lélekkel nem lehet, régen így mondták, cimborálni, hanem el kell utasítani. Amikor ilyesfajta gondolataik vannak az embernek, és ez az evangélium, hogy ezek fölött mi győzhetünk. Szent Pál apostol is tanítja, hogy vannak olyan erők, ami fölött csak Isten erejével tudunk győzni. Hát azért imádkozzunk ebben a szentmisében, hogy a világ sok-sok gonossága, ami még mutatkozik a háborúságokba, a veszekedésekbe, a gyilkos indulatokba, sokszor már fiatalok életében is, ez szűnjön meg. És a mi atyánkot mi bátran mondhatjuk a régi magyaroknak a szavával, hogy szabadíts meg a gonosztól, mert valahogy minden rossznak a gyökerében azért a gonosz lélek is ott van. És azt kell még tudatosítani magunkban, a Krisztus győzelme, föltámadása már erre az életre is erőt ad, hogy megszabaduljunk a gonosz lélek hatásától, és ha elérjük az üdvösséget, mindez véglegessé válik, és abban az örömben lesz részünk, hogy Istent személyesen színről színre láthatjuk. Amen.